A koronavírus okozta járványhelyzet miatt minden fesztivált és nagyobb rendezvényt le kellett mondani a szervezőknek. Bátaszék vezetősége mégis úgy döntött, hogy valamivel kárpótolnia kell a lakosokat az elmaradt rendezvények miatt, és meg kell teremteni a szabadtéri programok lehetőségét. Alapvetően az egészségügyi veszélyhelyzet a bátaszéki rendezvény elképzeléseket nagyon-nagyon átírta, hiszen az év elején számtalan rendezvényt törölni kellett annak érdekében, hogy be tudjuk tartani azokat az elvárt egészségügyi szabályokat, amelyek mindannyiunk érdekében szükségesek, hogy betartásra kerüljenek. Akkor még volt egy elképzelésünk és reményünk, hogy talán az 5. bátaszéki bornapokat meg tudjuk rendezni, de sajnos nyár végén ez az elképzelésünk is füstbe ment. Viszont alkalmazkodni szerettünk volna ez a kialakult egészségügyi helyzethez, és összedugva a fejünket a kultúra területén dolgozó kollégákkal olyan döntés született, hogy több apró rendezvénnyel próbáljuk egy kicsit visszaadni azt az illúziót a bátaszékieknek, hogy mégis történnek és vannak szabadtéri rendezvények, és mégis egy kicsit össze tudnak jönni, egy kicsit tudnak beszélgetni, kikapcsolódni, még azok a családok is, akik esetleg nem tudnak elmenni bátaszékre, és nem tudják magukat más településeken kipihenni. Azonban a szerdai testületi ülésen több képviselő sem támogatta az elképzelést. Tartózkodásuk miatt akkor nem sikerült megszavazni a programok költségvetését. A szerdai rendes testületi ülésre beterjesztettük a javaslatot, hogy a nyárvégi rendezvények címen próbáljunk megtartani pár ilyen szabadtéri eseményt, és rendeljük hozzá a költségeket. Akkor sajnos az egy képviselői csoporthoz tartozó képviselőtársaink nem támogatták ezt az elképzelést, nem is tettek hozzá semmilyen javaslatot, észrevételük sem volt, egyszerűen csak tartózkodásukkal nem támogatták ennek az elképzelésnek az elfogadását. Ezért a mai napon rendkívüli képviselőtestület ülés kellett összehívni, ahol változatlan formában beterjesztettem a képviselőtársak elé az elképzelést, és ma megszavaztuk, hogy legyenek ezek az események. Beletartoznak többek között a mai esemény is, beletartozik a városnapi eseménysorozat, ahhoz kapcsolódó kulturális és egyéb rendezvényeknek a költségei. Ezzel mi megteremtettük azt a lehetőséget, hogy a bátaszékiek augusztus végén, szeptemberben lehetőséget kapjanak némi kikapcsolódásra. A mai rendezvény egy kicsit a családoknak, egy kicsit a népzenét kedvelőknek ad lehetőséget szórakozásra. Szeptember 12-én tartanánk meg a hagyományos gézanapi felvonulást, ugye a második Géza gimnázium diákjai ezt nagyon várják, minden esztendőben működik, illetve létezik ez a felvonulás és maga a koronázási ceremónia. Ehhez kapcsolatban lesznek még egyéb szabadtéri események, például felelevenítenénk egy régi hagyományt, nevezetesen, hogy pörkölt főzőverseny is lesz településünkön. Megtartanánk a hagyományos szeptemberi gyereknapot, amelyben a Nagycsaládosok Egyesülete és a Kereszti Gyula Városi Könyvtár is közreműködik, és úgy nagyjából ezzel zárnánk le azokat az eseményeket, amelyeket szabadtéren kívánunk megrendezni az elkövetkezendő időszakban. Ezt a programot szeptember 19-ére szervezik, de addig is minden hétvégén valamilyen rendezvénnyel várják a bátaszékieket és a környéken élőket.